Ön úgy érzi, beskatujázták színésznőként? Igen. A műsor támogatója a Cofidis, az online hitelek specialistája. A műsor támogatója a Rossmann, az akciók hőse. Környezettudatos csomagküldés és fogadás, országszerte egyszerűen, gyorsan és kényelmesen. Foxpost. Sziasztok, ez itt a 20 perc őszintén, ez alkalommal a legikonikusabb szőke magyar színésznőnkkel, aki nekünk mindig is színésznő lesz, de sok minden mást is csinál, akit ma hazugságvizsgálógépre kötünk, az Oroszlán Szonya. Hát légy szíves, pontosítsd, hogy mi van most veled, hogyan mutatkozol be manapság? Szia Zita, Szonya vagyok, így szoktam bemutatkozni. Elsősorban ember, de most viccen kívül nem szoktam hozzátenni a foglalkozásomat a bemutatkozásomhoz, de nyilván a diplomámra az van írva, hogy színész, és alapvetően színész vagyok, de nagyon szeretek egy csomó mindent kipróbálni, és nagyon szeretem magam fejleszteni, és szeretek tanulni, és szeretek több lábon állni, illetve olyan dolgokat, amik engem gyerekkorom óta érdekelnek, azokat most azért úgy próbálom bepótolni. Most végzem a lovasterápiás képzésemet, úgyhogy az is leszek, illetve állatorvos asszisztens képzettségem is van, szóval minden vagyok, de azért elsősorban színész. Amikor valaki ennyire ismert, mint te, akkor azért az egy normális dolog, hogy vannak bizonyos válaszok azokra a kérdésekre, amit sűrűn megkap. És akkor van valahol az ő élete, és ez a 20 perc őszintén arról szól, hogy a kettő közti sávba mennyire engedsz be bennünket, mennyire fontos neked az őszinteség. Fontos az őszinteség, azt gondolom, hogy én egy elég őszinte ember vagyok. A színészekről általában azt gondolják, hogy biztos extrovertált, mert kiáll és szerepel. Az, hogy mi belebújunk egy karakterbe és szerepeket játszunk, az azért nem ugyanaz, mint hogy én magánemberként szeretem mutogatni magam. Én kifejezetten nem szeretem magam magánemberként mutogatni, ezért csak bizonyos szintig engedek be, meg bizonyos dolgokról nem szeretek beszélni, de az nem azt jelenti, hogy az ember mondjuk kamuzik valamit és más mond, hanem akkor nem beszél bizonyos dolgokról. Ha itt valamilyen erős reakciót mutat majd a regisztrátumunk, az sem azt jelenti, hogy te kamuzol, hanem valamiért érint a kérdés, úgyhogy itt azért árnyalatok sokasága áll rendelkezésünkre, hogy neked mi miért érdekes, és mennyire engedsz be bennünket. Voltál már ilyen hazugságvizsgálógépre kötve? Nem, még semmilyen bűncselekményt sem követtem el, ahol hazugságvizsgálóra kellett volna kötni, de ezek nagyon érdekelnek, szóval ez nagyon izgalmas. Nagyon lemesztelenedik az emberben, hogy egyedül marad ő, meg a vezetékek. Felkészültél erre? Nem. Jó, hát akkor a 20 perc őszinténben hazugságvizsgálógépen Oroszlán Szonya. Hogy dőljön előre. Előre tessék nézni. A mutató ujját. Ezt így lazán szintén egy mutató. Kezdem a kérdezést, kérem most már ne mozogjon. Érdekes párhuzamnak tartja, hogy az ön vezeték neve egy állatnév, és az életében központi szerepet játszanak az állatok? Nem. A Színművészeti Egyetemen az ön osztályát büdös hónaljúaknak hívták? Nem. Az ön osztályát a Színművészeti Egyetemen büdös lábúaknak hívták, mert sokat táncoltak? Igen. Ön úgy érzi, beskatujázták színésznőként? Igen. Zavarja önt, hogy beskatujázták? Igen. Ön úgy érzi, hogy a szőke nőkség az mindössze egy megbélyegzés? Igen is, meg nem is. Önnek van egy Dani nevű lova? Igen. Ön a lovát szereti a legjobban a világon? Meg a kutyát, igen. Volt ön már plátóian szerelmes egy világsztárba? Nem.
Ha választania kellene, hogy játszhatna egy amerikai drámában, vagy egy remek magyar vígjátékban, az utóbbit választaná? Van olyan válasz, hogy passz. Van. Ön úgy gondolja, hogy önnek nem testhez állók a drámai szerepek? Nem. Lehetséges, hogy ön azért tartja magát távol a dráma műfajától, mert a vígjáték a komfortzónája? Nem. A való életben is történnek önnel komikus dolgok? Igen. Ön úgy érzi, szereti önt a magyar közönség? Igen. Ön úgy érzi, amióta 2 éve visszajött Amerikából, elhanyagolják a magyar rendezők? Igen. Ön élete egyik legfontosabb és legnehezebb alakítását Mary Poppinsként nyújtotta? Igen. Ön ma a keleti széllel érkezett? Nem. Ön szeret énekelni és táncolni? Igen. Ön otthon sokszor énekel? Nem. Ön okos nőnek tartja magát? Igen. Ha önnek választania kellene, hogy egy állatklinikát vezethetne, vagy csodás musical színésznő karrier várna önre, az utóbbit választaná? Húha, az előbbit. Ön sokat köszönhet Herendi Gábornak és a Valami Amerika Egynek? Igen. Léteznek ön szerint barlangi sirályok? Nem. Ön úgy érzi, még nem kapta meg élete főszerepét? Igen. Önnek minden álma a Sweeney Toddban játszani? Igen. Ön ügyesen spórol? Igen. Ön gyakran vásárol felesleges dolgokat? Nem. Önnek bűntudata van, ha nem kulacsból iszik, hanem PET palackból? Igen. Ön lehetségesnek tartja, hogy az előző életében ló vagy lovas katona volt? Igen. A szőke az ön természetes hajszíne? Igen. Ön könnyen azonosult azzal a talszöveggel, hogy tépj szét? Nem. Nem kérdezek már többet. Sziasztok! Ez a 20 perc őszintén, a hazugságvizsgálat után, a gépre pedig nem mást kötöttünk, mint Oroszlán Szonyát. Na hát milyen volt? Izgalmas! Izgalmas! Az ember próbál koncentrálni, hogy ne dobogjon annyira a szíve, de hát az egész izgi. Igen, annyira veled foglalkoznak, és annyira érzed, hogy érzékeny az összes műszer, és azt mondtam, hogy lehet, hogy meglepő lesz a végeredmény. A valaha volt legőszintébb vendégem vagy. Nem tart még 100 éve ez a sorozat. Tényleg? De te tudod, hogy ki vagy. Szóval ez egy nagyon-nagyon kiegyensúlyozott, nem minden izgalom nélküli regisztrátum, így hívják ezt a kimutatást, de hát nem látod, hogy másoké milyen tud lenni, tiszta írkafirka azért tud lenni. Azért ott kiáng valami rögtön. Jó, hát lesz miről beszélgetni, nem azt mondtam, hogy nem. Az egyik legnagyobb reakciód rögtön az első néhány kérdés során meg is történt. A Színművészeti Egyetem büdös lábúaknak hívtak titeket. Nagyon csúnya. Hát ki hív így? Ez hogy született? Csúnya. Ez nagyon érdekes egyébként, mert ez csak Magyarországon van így, hogy a prózai színészet és a musical színészet ennyire külön választódik. Máshol ez egy plusz, ez úgy néz ki, hogy vannak a színészek, és akkor van a színész, aki még tud énekelni, és meg tud táncolni is. A Színművészeti Főiskolán ez 2 külön osztály volt, nagyon nagy volt a gát
a musicalesek és a prózai osztály között. Különösen a prózásoktól jött ez a lenézés, a fajta lenézés. Igen, ők voltak a büdös hónajúak, mert ők nagyon sokat gondolkoznak, és akkor ülnek gondolkodva, és beizzad a hónajuk. És mi pedig ugye csak az ugra-bugra színészek vagyunk, akik állandóan csak táncolunk össze-vissza, meg énekelünk. És ezért... egymásnak adtátok ezt a nevet? Vagy... Hát ez azért föntről, mindig a felsőbb osztályokról jön, és akkor ez így ragad ránk, de emlékszem, hogy úgy meg voltunk bántódva, hogy miért vagyunk mi lenézve azért, mert mi egyébként énekelünk is, és táncolunk is a színészet mellett. Te 97-től 2001-ig jártál az Operett Musical osztályba, Szirtes Tamás osztályába, és volt egy ilyen kérdésünk, ami persze, hogy megérint, hogy úgy érzed, hogy beskatujáznak-e színésznőként. Ez már akkor megtörtént? Ez a szép szőkenő? Igen, ez nagyon érdekes, hogy azért, mert én külsőleg kinéztem valahogy, vagy kinézek valahogy, az rögtön determinál, és rögtön valahogy a naív a szerepeket osztották rám, pedig én egyébként gyerekkoromban, én fiúkkal nőttem fel, nekem 3 unokabátyám van, a baráti társaságom nagy része mind fiú, zenekaroztam, bulisztunk, szóval én egy ilyen nagyon kis bulizós fiús csaj voltam mindig. Más kérdés, hogy lett belőlem egy szőke, zöldszemű lány, és akkor ki, majd én jó, kimondom. Hát én ilyeneket nem mondok, de mondjuk egy csinos fiatal lány voltam, és akkor ettől nyilván rögtön beraktak egy szerepkörbe. És ez a színművészetén a naíva szerepkör volt, és aztán a színművészeti után ugye nyilván valami Amerika kapcsán lett ez a szőke, cicababa karakter. És aztán ezt ki is tartott sokáig, de amikor azt kérdeztük, hogy érzed-e, hogy ez megbélyegzés, akkor érdekesen válaszoltál, hogy igenis, meg nem is. Na hát ezt fejtsd ki. Igen, a nem is azt arra mondom, hogy nyilván nagyon szerencsés indulásom volt. Tehát az, hogy én lediplomáztam és másnap elkezdtem forgatni az egyik legsikeresebb játékfilmet az elmúlt 20 évben. A Valami Amerika 1, és utána ugye a széria. Tehát az nyilván így kell kezdeni minden színésznő vendégnek, hogy lediplomázik és csinál egy sikerfilmet, amiből utána 20 évig él. A Herendi Gábor eljött vizsgát nézni, ez régen egyébként így volt, és akkor azt hiszem pont egy Csehov 3 nővért játszottunk, és abban voltam én Natasa, és neki az tetszett meg, egy Csehov vizsga, és utána hívott be engem castingra Valami Amerikára, meg hát nyilván kellett neki olyan, aki énekel, táncol erre a Timi szerepre, úgyhogy eléggé, szóval ő nagyon alaposan nézett utána a színésznőknek akkor. Szóval erre mondom, hogy hogy nekem ez jól indult, hogy rögtön egy nagy szereppel, egy sikerszereppel, és rögtön ismert lettem, szóval nagyon jó indulás. Az, hogy a skatuja, az meg nyilván az, hogy az első szerep, az valószínűleg annyira beég az embereknek, és ez nem csak az én színész. Szerintem minden színésznő, aki valahogy elindul egy erős karakterrel, az nagyon sokáig benne marad, mert valahogy azt hiszik, hogy akkor csak az megy. De tényleg azt érzed, csak felkavar, és hát megadod rá a választ, persze, mint ahogy az is, hogy úgy érzed, hogy amióta 2 éve visszajöttél Amerikából, elhanyagolnak a rendezők. Igen, és mindenhol kopogtatok egyébként, tehát én vagyok az, akinek nem esik le a gyűrű az ujjáról, én mindenkit végighívok, én mindenkinek elmondtam, hogy itthon vagyok, dolgoznék bármiben, hívjatok, castingok, szívesen jövök, de tényleg nem tudom, akit nem hívtam föl. Egyrészt azért, mert nyilván nem voltam itthon egy ideig, és ezért illik beköszönni, másrészt meg szerintem van egy csomó mindenki, aki nem gondolja, hogy esetleg dolgoznék vele, vagy nem gondolja, hogy mást is csinálnék, mint amit eddig, és ezt el kell mondani, mert ugye néma gyereknek anyja se érti a szavát, úgyhogy én ezeket elmondom. Nyilván vagyok egy olyan korosztályban, amiben van egy átfutás, tehát a szőke, fiatal, cicababa korosztályból már kiöregettem, és lehet, hogy még azt gondolják, vagy nem tudom, csak próbálunk az ő fejükkel gondolkodni, hogy még nem vagyok talán benne abban, ami a következő nagy hullám. Ezt máshol is hallottam tőled, és teljesen nem értek egyet. Tehát amikor itt van egy Bridgerton család, egy Trónok harca, és sorolhatnám a számtalan szériát, ahol igény van erre a karaktere, nem véletlen, tehát azért te nem vagy munkanélkül, te külföldi produkciókban forgatsz, csak az ment, hogy magyar produkciókban nem forgatsz. Milyen karakterekre hívnak? Adjunk ötleteket. Te kiválóan vívsz, lovagolsz, énekelsz, táncolsz.
Külföldi produkciókban mire használnak? Külföldi produkciókban sok mindenre voltam, forgattam most nem is olyan rég egy West Endben, most fogok forgatni egy 40-es években játszódó történetbe, forgattam középkori történetbe, tehát teljesen, ugye ott nincsenek prekoncepciók, amikor egy külföldi castingot csinálok, mert nem tudják, hogy ki vagyok. Az alapján ítélnek meg, amit csinálok egy castingon. Pontosan ez a baj itthon, hogy már eleve úgy indul, hogy jaj, hát ez nem az ő karaktere, ez nem az ő stílusa, ez nem az ő szerepköre, ez nem neki való szerep, ez biztos el se vállalná, és ezek, és ott állok, hogy de kérdezzetek meg! Tehát ott megáll az egész, hogy már azt gondolják, hogy én már el sem megyek valamire. És ez egyébként rosszul esik nyilván. Hát igen, meg egyébként az a kérdés el fog bizonytalanítani minden színházi rendezőt, hogyha egy állatklinikát vezethetnél, vagy csodás musical színésznő lehetnél, akkor te igazából, és tényleg. Az a helyzet, hogy én eljátszott, tehát a musical-el meg vagyok elégedve, a musical pályafutásommal, mert a legjobb musical szerepeket játszottam. Szóval ott van a Mary Poppins, ott volt az Édes Kettes Hármasban, ott volt a producerek, tehát ezek nagy Broadway musicalek, a Macskákban voltam. Tehát picit azt érzem, hogy az úgy megvolt. De valahogy elégedett vagyok a musicallel, ott nincsen hiányérzetem. Mennyire kiesés ezt a zenés-táncos életmódot feladni? Gondolom, hogy egy kicsit jutalom is a szervezetnek, hiszen nagyon sokáig csináltad, de vissza tudnál állni mondjuk holnaptól? Hát holnaptól nem, az össze kéne szednem magam, meg akkor kőkeményen kellene megint táncórák, énekórák. Szóval ez egy nagyon, az egy életforma. Uh-huh. És egyébként azért is szálltam ki egy picit abból, mert tényleg elfáradsz. Tehát az van, hogy ez a sok ugrabugraállás, magas sarkú cipőkben, ez azért mindenféle tért problémákhoz vezet. Tehát nem csak az, hogy most egy kicsit elfáradtam, hanem ténylegesen fizikailag az ember elkezd valahogy. Nem vagyok Oswald Marika, aki nem tudom, hogy csinálja egyébként. Hát ez de, nincs, igen. Igen, de hogy azért ott vannak már, tehát elkezded érezni azt, hogy jaj, már nem megy annyira könnyen. Jó, de mondjuk azt mondtad, hogy visszajöttél, és te most végleg visszajöttél Philadelphiából, ahol 5 évig éltél. És akkor mondjuk egy Szirtes Tamás, aki az osztályfőnököd volt, ő nem keres meg. Szoktunk beszélgetni a tanárúrral egyébként. Ő nagyon jót mondott egyébként. Egyszer azt mondta nekem, hogy én évekig gondolkoztam, mire leesett, hogy mit mond. Azt mondta, hogy Szonyácska, magának a színészet sok is, meg kevés is. És nem értettem, hogy mit jelent. Tényleg, aztán... én ezt értem. Na, de én meg nem érted. Szerinted mit jelent? Hogy te nem bírod a kötöttségeket. Tehát az, ami azzal jár, hogy... nem tudom, 25-ször jelzd a Mary Poppins-t, mert ráadásul pont ez egy olyan darab volt, hogy blokkokba játszátok. Szerintem ott neked elkezd egy ilyen sirály nyílni a szívedbe, aki repülni akar, és el is repül Philadelphiáig, vissza se néz. Igen, lehet, hogy elegem tud lenni bizonyos dolgokból. Tehát én nem tudok, például az, hogy bizonyos, hát emlékszem, hogy 220-szor játszottam el a Dzsungelkönyvét a Pesti Színházban, amikor a főiskola után a Víg Színházhoz mentem. És igen, az nekem sok volt. Igen, én sajnos ilyen szempontból nem vagyok türelme. Tehát egyszerűen elvesztem. Tehát igen. Tehát ez, valószínűleg ez a sok rész. Elveszel, elmész, és jó, ugrunk egy nagyot. A te apukád az Atlasz zenekarnak az oszlopos tagja, nagybátyád a Bergendiét, tehát azért egy ilyen varázsvilágból jössz, ahol sajtból volt a hold. Tehát azért erről mesélj egy kicsit. Sajtból volt a hold, olyannyira, hogy úgy nőttem fel, hogy a Tabánba jártunk koncertekre a szülőkkel, igen, nekem ilyen hippi szüleim voltak. És hát nálunk nagyon sok színész járt apuhoz korrepetícióra, úgyhogy én ebben az egész színészvilág, zenészvilág, rock and rollban nőttem fel. És akkor ők tudták és látták, hogy neked egyértelműen itt a helyed, ez a vágyad? Minden zenésznek, meg színésznek szerintem az első, hogy a gyerek ne, valami sokkal biztosabb pályára menjen, de hát aztán nagyon hamar látszott, hogy az alma nem esik messze a fájától, úgyhogy na, aztán elkezdtek támogatni. Na, viszont semmiféle kilengés nem volt a Dani nevű lónál, az tök okay. Dani 25 éves? Dani a 25-ben van, igen. Hát az ember léptékben az hány éves lenne? Hát az 100 fölött van már, igen. És meg visszahátál, és... Simán. Igen, a Dani egy ilyen hihetetlen, tehát az egy nagyszerű,
nagyszerű találkozás volt az életemben. Az egy ilyen sorszerű találkozás volt. Tehát mi találkoztunk, és ez szerelem volt első látásra, és valahogy ő indította el bennem ezt az egész állategészségügy, önismeret, tehát a lónál jobb tükröt az ember nem tud találni, mert az aztán az telibe, az ami van. De és még a kutyádat is ide vetted, bár őt nem kérdeztük, de nem akartad, megsérteni a kutyádat. Szóval, hogy, és ez egy annyira igazi válasz volt, hogy olyan, mintha minden embert felülírna nálad. Az állataid azért szeretete. Írna, igen, az állatoknak hatodik érzéke van, és az állatokkal egy teljesen másfajta kommunikációt tanul meg az ember, és ahogy mondtam, magadat egyszerűen megismered rajtuk keresztül. Tehát ez egy más, tehát én mindenkinek ajánlom, hogy legyen legalább egyszer valamilyen állat az életében, és tanulja meg, hogy ő valójában milyen, mert az állatok nagyon jól visszacsatolók. És a barlangi sirályról tudtad, hogy barlangi vagy nem? A barlangi sirály... Az összes állatos sztorítat idezom, mert valamiért ezek neked tényleg fontosak. Az, hogy a sirály, az nem a barlangban volt, hanem az egy teljesen lehetetlen szituáció volt, mert egy barlangban mentünk, ilyen táborozás volt, és egy nagyon mély barlangban voltunk, és volt egy átjáró, és az egész barlangban volt egy lúk fölül, egy ilyen, hát nem lehetett 50 centinél szélesebb a lúk, ahol így hirtelen besütött a nap, és egy hídon mentünk át, és már mentünk kifelé a barlangból, mikor is én éppen aláértem annak a luknak, ahol egész egyszerűen, nem tudom szebben fogalmazni, de beszart egy sirály, és így leszarta az arcomat, meg a hajamat. Ott álltam, én nem hittem el, hogy az egyetlen lukon a barlangon, amit tudom én, 32 gyerekből pont én érek oda, és engem szar le a sirály a lukon keresztül. Köszönjük, Szonya, hogy ezen a történet. Most próbálom összeregni a szaros fejű gyereket, a sirály szaros fejű gyereket, azzal a bombázóval, aki bőrszarkomban azt érek, hogy tép szét. Előbb volt a sirály, tehát lehet, hogy az a sirály volt az, aki akkora szerencsét aki akkora sikerült, szerencsét. Hogy rám toljon, hogy utána lett egy ilyen karrierben. Jó, mert azért az tényleg a te szereped, és ez tényleg nagyon őszintén úgy gondolod, hogy a Herendi Gábornak sokat köszönhetsz. Abszolút, igen. Az egy annyira komplex szerep volt, és annyira jó volt, hogy mindent meg lehetett mutatni. Tehát a színészetet meg lehetett mutatni, az éneket, a táncot, tehát ez egy teljes komplex szerep. Indulásnak szerintem nem is lehet jobbat kívánni egy kezdőszínésznek. És ugye most már volt valami Amerika 1, 2, 3, igen. És 4. Azt mondta, nem lesz több. De az majd, ha lesz is, az majd az öregek otthonába fog játszolni. Mit kívánjunk neked? Kosztümös szerepeket. Oké, hát akkor ezt itt a 20 perc őszintén. Oroszlán Szonyát lettek és hallottak. Odaadom emlékbe a regisztrátumot. Köszönöm, hogy ilyen őszinte voltál, és köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm szépen. Önöknek pedig a figyelmet. Ez volt a 20 perc őszintén.